Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban belesünk egy filmforgatás kulisszái mögé, terítékre kerül a szűrővizsgálatok fontossága, és egy családi életmód hétvégére is ellátogatunk. Tartsanak velünk! Legújabb filmjének fontos jeleneteit forgatta Burján Zsigmond operatőr kollégánk a Budenszházban és a polgármester irodájában. Az alkotás rendezői változatát a tervek szerint a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján mutatják be. Csapó 1. A nagy sikerű Csak még egyszer előre című alkotást követően a Fehérvár Televízió operatőre, a film rendezője nem érezte lezártnak a 17-es gyalogezred történetének bemutatását, mert mint mondja, a háború után itt maradt a kivérzett ország, a gyászoló emberek és újabb borzalmak következtek, amiket be kell mutatni. A most rögzített jelenetben Márkosfalvi Sipos Gyula ezredes hazatér a vesztes háborúból a békébe, szerető feleségéhez. A hazatérés érzelmeit próbálta a stáb hitelesen, érzelmekkel átitatva megjeleníteni a filmkockákon. A mai forgatás az, amikor az első háború végeztével a Sipos Gyula, akkor már ezredes, az ezrednek a 1915 óta az ezredparancsnoka hazatér, tehát 3 év után hazatér. Az ezredtől hazatér a vesztes háborúból, hazatér a békébe, a feleségéhez, és ez többször ismétlődik fog ebbe a filmbe, hogy nem egyszerű a hazatérés. Erről is fog szólni például a film, hogy hogyan lehet hazatérni a frontról. Nem akarok elmondani semmit, de nem lesz egyszerű. És ez, azt gondolom, hogy ez így volt sajnos, hogy ez nagyon nehéz volt a hazatérés is. A legendás parancsnokot ezúttal is Tűzkő Sándor színművész alakítja, aki azt mondja, kihívást jelent számára a szerep, mert a katonás habitus távol áll a személyiségétől. Ugyanakkor a film folytatásában már teret nyernek az érzelmek is. Nagyon egyet kellett játszanom. Fronton volt, parancsolt, harcolt, itt meg hazajön, láthatjuk civilben, mi történik a front után vele. Szóval egy kicsit talán színesebb. Az tévedés lenne, ha azt gondolnánk, hogy aki kint volt a fronton, vagy katonatiszt, és parancsolt, és határozott volt, annak nincs otthon felesége, meg nem szeret. Szerintem ugyanúgy viselkednek otthon. Sipos Gyula feleségét, Nagy Judit, a Szabad Színház vezetője alakítja, aki nagy örömmel vállalta a szerepet. Nagyon örültem neki, meg Sanyival kifejezetten jó játszani. Sipos Gyula feleségét alakítom, és hát át kellett gondolnom, hogy milyen egy nő helyzete, hogyha 3 évig nem látja a férjét a háború alatt, és ugyanakkor pedig neki kell gondoskodni a meglévő gyerekekről, valamint hát magának kell megválaszolni a mindennapi kérdéseket. Inkább a lelki felkészülés a több, a játékoknak a kitalálása, hogy hogyan látszik egy mondatból, egy év mondjuk. Ez volt inkább az érdekesebb ebben. Ő az, aki a Sipos Gyula ezredparancsnoknak a felesége, aki várta őt éveken keresztül egyedül, hogy jöjjön haza az isonzó poklából, jöjjön haza az első világháborúból, és hogy akkor hogyan fognak tovább élni. Csak úgy elképzeltük, hogy milyen lehet egy nőnek a fejével látni, de hála Istennek a Nagy Judit színésznő, ő azért ebben nagy, miután ő nő, egy szép nő, ő ebben nagy segítséget tudott adni, hogy a szövegeket úgy fordítsa le, nem is az, hogy átírja, hanem a saját színészi játékához idomítsa, és így azért egészen más. Na, de ez az autentikus levél az, amit az Alispán küldött neked a városparancsnoknak. Itt pedig már a rendező mesél arról a levélről, melyet a Városházán a polgármester irodájában olvas fel a román városparancsnokot játszó színész. Ez a levél egy autentikus forrás, a megyei levéltár bocsájtotta a stáb rendelkezésére. A levelet 1919. októberében írta meg Károlyi József főispán a román városparancsnoknak azért, hogy véget vessenek a székesfehérváriakat ért atrocitásoknak. Károlyi főispán arra kérje a román parancsnokot, hogy hasson oda, hogy a román katonák
kíméletesebben viselkedjenek, hagyják abba a rekviálásokat, fosztogatásokat, botozásokat a városban egyébként. Egy mellékletben fennmaradt a botozással büntetett székesvári polgárok listája is. Bő egy héttel azután, hogy a levelet megkapta a román városparancsnok, október 12-én bevonult Székesfehérvárra Horthy Miklós csapata. A Szétszakítva című film emberi drámákon keresztül mutatja be ezt az időszakot. Ez a film, ez arról szól, hogy hogyan élhették át. Az én nagyapám is például, akit keresztül ment az első világháború, majd utána behívták Vörös Hadseregbe, és a végén a román megszállás után átélte azt a napot, amik az ország szétszakítatott. Tehát a trianoni békeszerződés. Ez a film ezt az időszakot követi nyomon. A Szétszakítva rendezői változatát a tervek szerint június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján mutatják be a nagy közönségnek. Miért fontosak a szűrővizsgálatok, mikor érdemes orvoshoz fordulni? Mosolygó Éva házi orvossal beszélgettünk a témáról. A stúdióban szeretettel köszöntöm Mosolygó Éva házi orvost. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy újabb érdekes témáról beszélgethetünk. Én köszönöm a lehetőséget, mert az nagyon izgalmas azon gondolkodni, hogy mik azok a dolgok, amik miatt hosszú lehet az életünk. Nincs olyan ember, aki ne gondolkodna ezen, hogy hogyan tudna sokáig élni, jó minőségben, egészségben. És ez olyan téma, amivel mindenki találkozik. Sajnos leginkább akkor, amikor valami baj üt be, és valami betegség üti fel a fejét. Pont ezt akartam kérdezni, hogy az egészségkultúra kapcsán nekem az jut rögtön eszembe, hogy talán az a saját ismerettségi körömből is mondhatom, hogy azt látom, hogy akkor fordulunk igazán orvoshoz, amikor valakivel így a környezetünkben, ne adj Isten, baj történik. Tehát, hogy annyira nálunk, nem tudom Magyarországon ez mennyire jellemző, hogy nem annyira fetszolunk ebbe túl sok energiát, hogy eljárjunk mondjuk különböző szűrővizsgálatokra. Abszolút, és ezen szeretnénk most egy kicsit javítani, amit mi a magunk módszereivel hozzá tudunk tenni, hogy tudatosabbá, okosabbá váljék ez az egész, hogy az egészségünk irányítása az a saját kezünkben van, hogy lássuk azokat a lehetőségeket, hogy mi az, amit mi hozzá tudunk tenni, és ami rajtunk múlik, mert az nagyon nagy szelet. Sokan most már szerintem a mai időkben elmondható, hogy sportolnak, egészségesen próbálnak táplálkozni, odafigyelnek magukra, sok olyat lehet hallani, hogy tényleg leszoknak a dohányzásról, de még mindig talán, mintha ez nem lenne elég, mert ugye az, hogy mondjuk rendszeresen eljárjunk a különböző szűrővizsgálatokra, az már alap kéne, hogy legyen. Igen, és még ettől is komplexebb, ahogyan te mondtad már, az is nagyon sokrétű felfogás. Az egészségügyi világszervezet testi, lelki, szellemi és szociális jólétnek definiálja az egészséget. Ez azt jelenti, hogy nem csak az szükséges ahhoz, hogy valakit egyáltalán egészségesnek tartsunk, hogy a szerveink jól működjenek, hogy elvégezze minden szervünk szépen a feladatát, és közben mentálisan is rendben legyünk, harmóniában legyünk magunkkal, hanem hogy a környezetünkben szociálisan is, talán ez a leggyengébb része ennek, hogy a szociális jólétet is megértsük, hogy az emberek közötti kapcsolataink, a viszonyaink is rendben legyenek, mert ez az egész, minthogy minden mindenre hatással van, és hogy ez az egész rendben van, akkor mondhatjuk ki valakiről, hogy egészséges. És ez egy ideig könnyű. Azt egy stand-up comedyben hallottam, hogy 30 éves koráig az emberre garancia van, míg talán a fejünk is kinő, ezt a kedvenc stand-uposom mondta, és egy picike igazság azért van ebben, és utána minél több év telik el, annál többször találkozunk azzal a gondolattal, hogy én meddig fogok élni. És ahogyan jönnek a betegségek, vagy a szomszédunkban, vagy a köreinkben, vagy magunkban, akkor válik ez akkor kerül előtérbe. Az egészség kultúra dönti el. Egyáltalán egészségkultúrának mindenféle eszközt nevezünk, ami az egészségünknek a megtartását szolgálja, vagy helyreállítását, vagy a fejlesztését. És ez egészen széles körű tudomány, és nagy kár lenne nem élni vele, mert
ha azt nézem, hogy a várható élettartam az utóbbi évtizedekben megduplázódott, az nagyon sokan kutatják, nagyon sok okos dolgot tudunk már, és megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy kár lenne nem használni ezeket az okos következtetéseket. Ami például nagyon érdekes, hogy szerintem kevesen tudják, hogy a klasszikus római korban a várható, az átlagos halál az 28 éves korban következett be, vagy a középkori Nagy-Britanniában 30 év volt az átlag halálozás kora, 30 évesen. A filmekből nem így gondoljuk persze, és hát vannak sokkal hamarabb és sokkal később elhalálozott emberek, de az átlag halálozás 30 évesen következett be, vagy még a korai 20. században is 31 éves volt az átlag halálozás életkor. Manapság a Föld átlag halálozás életkora, nagy különbség van minden vonulatban, sokféle szempontból különbözünk, de minden vonulatban a nők és férfiak között a nőknek a Föld átlag várható életkora az 68, a férfiaknak 63 év. Magyarországon tűnik azért még ez is. Igen, azért Magyarországon sokkal jobb a helyzet, 79 a nőknek a várható halálozási ideje, és a férfiaknál 73 év jelenleg. De azt látjuk, hogy nagyon gyorsan változik, és nagyon gyorsan emelkedik. Most a járvány miatt sajnos ez megtorpan, és már mutatkoznak statisztikai adatokban mérhető változások, de azért ez micsoda fejlődés. És nagyon sok kutatás folyik abba az irányba, hogy mi történt, hogy mi miatt duplázódott meg az életkor, még akár a századelőhöz képest is. Talán akkor a szűrővizsgálatoknak ebben van jelentősége? Óriási jelentősége. Vagy ha egy kicsit távolabbról kezdjük, akkor a tudományos technikai forradalom és a gazdasági társadalmi jólét mindenféle lehetőségeket és eszközöket hozott arra, hogy tovább éljünk. A szűrővizsgálatok óriási momentum. Ha azt nézem, hogy hogyan tud valaki sokáig élni, hogyan tudunk egy hosszú életet élni, abban egy nagyon fontos momentum a szűrővizsgálatok jelentősége. Vagy egyáltalán kinek a feladata, hogy megtanítson egy magas, szép egészségkultúrára minket. Végig gondolhatjuk, hogy ez egy pedagógiai feladat az iskolában, vagy a szülőknek a feladata a gyereket megtanítani, vagy az orvosnak a feladata, amikor egy betegséggel elmegyek az orvosi rendelőbe, vagy az egyénnek, valószínű, hogy mindenkinek, de az egyénnek a felelőssége óriási benne, mert az egész egészségünk az egy közösségi felelősség, és az nagyon fontos, hogy érezzük a magunk részét benne. A szűrővizsgálatok, amit kérdeztél, az pontosan azt jelenti, ami a legszebb, nem akarok, szándékosan kerülöm az ilyen tudományos kifejezéseket, de a primér prevenció, ez az igazi primér prevenció, akkor csinálni vizsgálatokat, amikor még nincs betegségre utaló valami fenyegető jel, tünet, ez a szűrővizsgálat. Én azt tapasztalom, hogy ami igazán hatékonyan működik jelenleg, az a másodlagos, a szekunder prevenció, hogy amikor egy szívinfarktus kap valaki, akkor ennek apropóján utána aztán mindent megbeszélünk, és talán hajlandóbbak az emberek mindent megtenni, hogy még egyszer ne történjen ilyen, ha már egyszer megúszta a halált, és hogy hogyan lehet kitolni az életét. De ettől még sokkal-sokkal hatékonyabb lenne, ha ez primér módon, még mielőtt megtörténik valamiféle katasztrófa, vagy ettől egy sokkal kisebb baj is mielőtt kialakul, azt megelőzve szűrő vizsgálatokat csináljunk. Mert ugye az előbb említetted ezt a 30 éves kort, nekem a 40 jut eszembe erről, hogy azt mondják, hogy 40 év fölött már minden nap ajándék, ugye van egy ilyen közmondás, és egyébként én saját magamon is tapasztalom, hogy tényleg azt mondják, hogy az embernek 40 éves kora körül mondjuk elkezd romolni a szeme, és tényleg így van. Minden évben egy kicsit rosszabb talán, vagy hogy kicsit másabb problémák jönnek elő, és én azt gondolom, hogy szerintem a környezetemben, ha körülnézek, nem nagyon látok olyan 40 éves embert, vagy 40 év körüli, vagy fölötti, kicsivel fölötti embert, akinek ne lenne valamilyen egészségügyi baja. Tehát, hogy tényleg itt is jelentkezik az, hogy talán ilyen korban már azért talán érdemesebb elindulni azok abban az irányban, hogy megnézzük, hogy hogyan tudnánk megelőzni a bajokat. Mindenképpen 40 éves életkor, de már akár 20 évesen. És amire felhívnám a figyelmet, hogy a tudatossága ennek, amit mondasz, hogy mi kell ahhoz, hogy sokáig éljek, és komfortosan éljek, hogy azokat a
van egy ilyen fogalom, nem tudom, hallottad-e már, hogy az elméleti maximális várható élettartam. Ez is egy nagyon érdekes, ez egy számított, számítógépes modellezéssel kialakított élettartam, ami az elmúlt években sokáig 140 év volt. Ez azt jelenti, hogy azokkal a készségekkel, képességekkel, amik a genetikánkban benne van, és ha nem érne bennünket semmiféle külső tényező, plusz mi magunk mindent teljesen jól csinálunk, semmiféle ártalmas dolgot magunkra nem cselekszünk, akkor 140 évig élhetnénk. Amikor én egyetemista voltam, akkor ez az a számított életkor a 136 év volt, feltett szándékom, hogy én azt megérem, kipróbálom jó életminőségben, és törekszem rá. És a legfrissebb adatok szerint már harvardi kutatás lett készen nem olyan régen, 150 év a maximális várható élettartam, ha mindent jól csinálunk. Mi az, ami ezt rövidíti? Egyrészt van egy velünk született hajlam, az első és legfontosabb momentum, ami ennek a műsornak is az egyik fontos mondandója lenne. Nagyon fontos tisztázni. Meglepően kevés ember tudja, amikor én a rendelőben felteszem a kérdést, egy ember egészségét felmérendő, hogy miben haltak meg a szülei, nagyszülei, dédszülei, a felmenői, hogy tisztában legyünk azzal, hogy akiknek a gyermeke vagyunk, akiknek a genetikai állományát mi hordozunk, ők milyen betegségekben szenvedtek. Mert a szűrővizsgálat, amit nagyon okosan szóba hoztál, azokat szem előtt tartva kell majd, hogy történjenek. A szűrővizsgálatok. És hogy például, ha egy családban halmozódott, ha nem is egyértelműen egyenes ágban öröklődő betegségekről beszélünk, ott természetes, de hogy a hajlam, például a cukorbetegség nagy számban fordult elő valakinek a felmenői között, akkor kifejezetten odafigyeljek, és az előírt protokolltól még kicsit hamarabb elkezdjek szűrni az irányban, és megtegyek mindent az életmódomban, hogy ne alakuljon ki nálam cukorbetegség, és ne akkor menjek orvoshoz, amikor már egy magas vércukor károsította a vesémet, a szememet, a látásomat és egyebek, hanem hogy mindig a baj előtt egy lépéssel történjen meg. A lehetőségét adjuk meg a testünknek, a szellemünknek, a lelkünknek arra, hogy sokáig éljünk jó minőségben. Nagyon kevés időnk maradt a beszélgetésből, de akkor mondjunk egy-két példát, vagy nem is tudom, hogy tudjuk összegezni, hogy mi az, amire feltétlen figyelnünk kell, mi az, amit mondjuk nők, férfiak esetében célzottan vizsgálni kell, vagy tényleg akkor hagyatkozzunk arra, hogy mondjuk a felmenőink után szűrjünk. Arra is. Egy, tudatosan gondoljuk a felmenőinket át, és ezt beszéljük meg az orvosunkkal. Állítsunk fel egy tervet arra. A tervek mindig nagyon jók az életünkben, mert van milyen irányba menni, és van motivációnk, hogy az teljesüljön. Tervezzük meg, hogy mi az, amit hozzuk meg a döntéseket, hogy mi az, amit változtatnunk kell. És nem nagy változásokról van szó, amikor azt mondjuk, hogy az étkezésünk alapvetően meghatározó, hogy a föld melyik részén élnek sokáig, az egyértelműen bizonyítja, hogy milyen étrend az, mindent tartalmazó, megfelelő arányban tartalmazó étrend az, ami legtovább visz minket az életutunkon. A megfelelő mennyiségű mozgás nem a szélsőséges versenysport, hanem az egészséges, jókedvű mozgás, a megfelelő alvásminőség, a megfelelően használt, hogy éljünk azokkal a lehetőségekkel, óriási jelentősége, technológiák, gyógyszerek, amiket okosan használva a legtöbb betegség kordában tartható jó életminőséggel. És a szűrővizsgálatok célzottan olyan irányba, amit az életkorunk és a nemünk meghatároz, illetve a felmenőink között előforduló betegségek szerint korrigáljuk. Ha ezeket szépen csináljuk megfelelő mennyiségben, akkor ez garantáltan hosszabbítható az életünk. Hát legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és mesélt, és várunk legközelebb is egy következő témában. Köszönöm szépen. A nézőknek pedig azt üzenjük, hogy tényleg figyeljenek oda magukra, és járjanak el rendszeresen szűrővizsgálatokra. Négy napon át adott otthont a Jancsárkert a családi életmód hétvégének. A kilátogatókat színes programok várták. Harmadik alkalommal rendezett családi hétvégét a Jancsárkert Piac és Közösségi Egyesület és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ. Február 24-e és 27-e között várták mindazokat, akiket érdekelt az egészség és környezettudatos életmód, illetve az újrahasznosítás témaköre.
Az ingyenes esemény minden korosztálynak kínált programot, játékos ismeretterjesztő foglalkozás gyermekeknek, szűrővizsgálatok, tanácsadások és persze a szokásos termelői és biópiac várták a látogatókat. Schulz György, a Jancsárkert Piac és Közösségegyesület elnöke elmondta, az eseményt a közelgő tavasz jegyében szervezik, és sokféle a testi-lelki egészség megőrzését célzó hasznos és érdekes programokat kínálnak a látogatóknak. Szeretnénk a küldetésüknek megfelelően az egészséges életmódot eljutatni minél több székesfehérvári családhoz. Az egészséges életmódot, hogyha részekre bontjuk, akkor egy alapvető rész az egészséges élelmiszerek és italok fogyasztása, a mozgás szeretete, testi-lelki egészség. Tehát mindezekre fókuszálva megpróbálunk olyan gazdag programokat szervezni ezzel a 4 nap alatt, amelyben mindenki megtalálja magának megfelelőt, kicsik is és nagyok is. Keresztúri Lászlóné, a Fehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője elmondta, hogy a hagyományos szűrővizsgálatok mellett támogatják a helyi termékeket, népszerűsítik az egészség tudatos és környezetbarát életmódot. Évről évre egyre többen lesznek, akik jönnek a szűrővizsgálatainkra, dietetikai tanácsadásra, táplálkozási útmutatókat kapnak. Miután egy termelői piacon vagyunk, ezért az itteni termékekből hogyan lehet egészséges finomságokat készíteni, ezt mondja a dietetikusunk, és ez van a kis füzetünkben is, amit ajánlunk mindenki figyelmébe. A Zöldellő Sárét Egyesület jóvoltából egészségtudatos és környezetbarát életmódra nevelő játékos foglalkoztató programok várták az általános iskolás csoportokat, amelynek keretében hallhattak arról is, miért fontos az újrahasznosítás, és hogyan, mit lehet tenni ennek szellemében környezetünkért. Most már hagyományosan mondhatom, hogy anyagokat gyűjtünk, alapanyagokat az újrahasználat jegyében, nem mindent, hanem csak farmert, pólót, zoknit és most könyvet is. Pontosan azért gyűjtünk ennyire specifikus anyagokat, mert vannak olyan vállalkozók, vannak olyan emberek, akik ebből tudnak új tárgyakat készíteni. A bevásárlás mellett ezen a napon a látogatók életmód és dietetikai, valamint homeopátiás tanácsadáson és egészségügyi szűrővizsgálaton is részt vehettek. Mi a Virág Egészség Központot képviseljük, és hát ott teljesen a természetes és egészséges életmódra nevelés is zajlik, nem csak a gyógyítás. Hát missziónk, hogy gyakorlatilag az egészségre neveljük a fiatalokat, az időseket, alapvetően a fülorgégészeti ellátáson kívül homeopátiával, és hát alapvetően a szelíd gyógymód lenne nekünk a kitűzés, hogy mindenki a megfelelő táplálkozás, megfelelő életmóddal megelőzze a betegségeket, és hogyha már bármilyen betegség kialakul, akkor minél kevésbé a gyógyszeres megoldásokat választanánk. A gyermekek egy különlegességgel is megismerkedhettek, a trükkös bringa csoport Székesfehérváron is bemutatta különleges kétkerekűit. Nagyon sok trükkös bringát hoztam, tulajdonképpen 10 darabot és 10 félét is. Ez azért széles skála, mert a felnőttektől a gyerekekig mindenki ki tudja őket próbálni, és a hagyományostól eltérő a működésük. Tehát lehet szórakozni, nevetni, kikapcsolódni, ez a célunk. A 4 napos programsorozatban mindenki megtalálhatta a számára fontos közösségi eseményt, a végszó pedig nem is lehetett más, kezedben a jövő. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is, szép estét kívánok, viszontlátásra!